Nézzük meg, hogy mit ír Mose, Mózes a Semot 13-as fejezetben, ahol is megerősíti a páska és a kovásztalan kenyér ünnepét az emberek számára. Még mielőtt belemennénk ebbe azok számára, akik még mindig nem értik, hogy mit jelent a zsidó kifejezés, hogy mire vonatkozik. Csak azért, hogy csak segítségképpen igazából. Zsidó nem létezik, nem létezett, abban az időben, amikor még a, még a megváltó idejében sem. Zsidó soha nem létezett olyan formában, mint most van. Jahuda törzse, Júda törzse létezett, amit itt láthattok, ezen a térképen, Jeruzsálem Júda területén volt, és Benjamin, ez a két törzs az, ami az úgynevezett déli királyság. Akik nem lettek kiűzve a területről, a idézőjelbetett spirituális paráznaságuk miatt, és ott maradtak a megváltó idején. Júda törzse volt az uralkodó, a Yahudim. Ilyen, hogy zsidó, az, aki azt gondolja, hogy ez a népcsopó, ez az egész zsidó, az, az fölháborító szerint. Tehát, hogyha még mindig valaki ott tart, hogy zsidózik, hogy ez a zsidó ünnep, és nem érti ezeket a dolgokat, akkor, akkor annak nagyon sürgősen el kell kezdenie kutatni, mert az borzasztó tudatlanság még mindig zsidózni, mikor két kattintást kideríteni, hogy mit jelent a zsidó. 12 törzse volt Izraelnek, Juda, Ruben, Benjamin, Efraim, Ged, Manessa, Iszakar, Zebulon, Asher, Neftali, Dan ez volt a 12 törzs egyike Júda, amit ma úgy hívunk idézőben, hogy zsidó, azonban ezek, akiket mi annak hívunk, az égvilágon semmi köze nincs azokhoz az emberekhez, akik héber izraeliták az írás szerint. Ezek kazár, askenázi törzsekből megtért emberek, akik ezer körül csatlakoztak a valláshoz valahol a mai, illetve a volt Szovjetunió területéről, és onnan vándoroltak Európába össze -vissza. Ezért mondom azt, hogy ilyen borzalmas dolgokat, mint hogy a zsidó, meg e e egyszerűen mindenkinek el kellene kezdeni kutatni, mielőtt megszólal, meg ismételgeti azokat a, a buta dolgokat, amik ráragadtak itt-ott, össze-vissza. A másik az, hogy mikor azt mondja, hogy Megemlékezéle napról, melyen kijöttetek Egyiptomból szolgáltak házából, mert hatalmas kézzel hozott ki onnan tédeket Jahua. Nem azt mondja, hogy én kitaláltam, vagy ez egy zsidó ünnep. Azt mondja, hogy Jahuának a tiszteletére emlékez meg, a teremtő tiszteletére, akit állítólag mindenki, aki, aki úgymond templomba jár szolgál. Még akkor is, ha összekeveri azt valami Jézussal miért lenne az probléma, ha valaki azt az ünnepet próbálja megtartani, amit a teremtő Jahua tiszteletére elrendelt. Ő maga, Jahua. Azért ne egyetek kovászost, ugye erről szó volt. Négyes, ma mentek ki az Abib hónapban. Abib az első hónap. És ha majd bevisz téged, ja kananeusok, kitteusok, emoreusok, kiveusok, jebuzeusok, földjére, merő megesküdött a ti atyátoknak, hogy, hogy néked adja azt teljen mézzel folyó földet, akkor ebben a hónapban végezd ezt a szertartást, ugye ezt az izraelitáknak adja, és annak a tömegnek, aki kijött velük. Nem csak az izraeliták jöttek ki, nem csak a 12 törzs ki. Már remélem ez a zsidó dolog mindenkinek kiszállt a fejéből mostanra. Nem csak az izraeliták jöttek ki, második Mózes sem ott 38, sok el egy nép, és méne fel velük, jó is, szarvasmarha is felette sok barom. Sem ott 12. Egy fejezettel előrébb. Sok el egy nép is méne fel velük. De hogy egyértelmű legyen az Easy Tour, így fogalmaz. Sokan, akik nem tartoztak Izrael közösségéhez. Nem zsidók nem voltak, vagy akármik, hanem akik nem tartoztak Izrael közösségéhez. Szintén velük mentek meg rengeteg sok jószág, marhák, jók, egyéb háziállatok. Sokan, akik nem tartoztak Izrael közösségéhez. Akkor vajon kihez beszélt Mósé Mózes, amikor ezt mondta, ha, ha, sokan mások is mentek velük? Remélem, hogy értető mindenki számára, hogy, hogy mi a, az egész képet ennek a dolognak. Ezek a törvények nem a zsidókra vonatkoznak. Olyan, mint zsidó nem létezett ezek a törvények mindenkire vonatkoznak, aki Izrael népéhez akar tartozni. Hat hét napon át kovásztanom kenyeret egyél, a hetedik napon pedig ünnepet ülj Jahuának. Nem a zsidóknak vagy Mózesnek, hanem Jahuának az ünnepe. Kovásztanom kenyeret egyél hét napon át, és ne láttassék nálad kovászos kenyérsek. Kovász ne láttassék a te egész határodban, az egész környéken, ahol ők éltek és add tudtára a te fiainak azon a napon mondván. És tanítsd meg a gyermekeidnek, hogy miről is szól ez az egész. Hiszen amikor megtanítja az ember a gyerekének, akkor öröklődik tovább ez a hagyomány. Illetve ő is meg fog érteni kisgyerekkorától, és nem lesz olyan problémája, mint amilyen a legtöbbünknek van most, hogy el kell felejtenünk évtizedek programozását. És így szól, Emiatt van, amit Hua cselekedett velem, mikor kijövik Egyiptomból. Ez az ünnep nem a zsidóknak való, ez azért van, mert Jahua kihozta őket Egyiptomból. De a leges legfontosabb az, ami most jön. Úgyhogy mindenki, mindenki figyeljen oda nagyon arra, amit mond Mosé annak a tömegnek, aki kijött Egyiptomból. Mert talán a legtöbbet vitatott dolog az egész írás során az a fenevad bélyege dolog. És azokat is érdekli, és már szerintem a világ nagy része, illetve azok nagy része, akik így vagy úgy, ennyire vagy annyira felébredtek, tudják, hogy a fenevad bélyege valamilyen formában e, igaz úgy, ahogyan az írásban található. Úgyhogy amennyiben valaki azt kérdezi tőletek, hogy mi a fenevad bélyege, mit tudsz róla, mutassátok meg neki ezt a videót, és ha, ha, ha Jahua úgy akarja, akkor meg fogja érteni. Ha nem, akkor pedig talán nincs, nincs itt az ideje, majd lehet, hogy később igen. Szóval így szól Mózes, ugye 8-as még egyszer, és ad tudtára te fiadnak azon a napon mondván, emiatt van, amit a cselekedett velem, mikor kijövik Egyiptomban. Mi ez a kovásztalan kenyér ünnepe? Ez az egy hét, erről beszél. 9-es. És legyen az néked jel, gyanánt a te kezeden és emlékezetül a te szemeid előtt. Hogy Jahúa törvénye, nem Mózes, nem a zsidók, Jahúa törvénye a te szádban legyen, mert hatalmas kézzel hozott ki téged, Jahúa Egyiptomból. Legyen az néked jel, gyanánt a kezeden, emlékezetül a te szemeid előtt. Tartsd meg azért ezt a rendelést annak idejében esztendőről esztendőre. Úgyhogy aki azt gondolja, hogy a fenevad bélyege az egy csip lesz, vagy egy tetoválás, vagy egy akármi, persze valamilyen szinten az lesz, de az, hogy ki veszi fel a bélyeget, vagy ki nem, az eldől már évekkel azelőtt, hogy fizikális jel feltűnik a, a horizonton. 14-es vers. És ha egykor a te fiad megkérdez, mondván... Micsoda ez? Akkor mond ki. hatalmas kézzel hozott ki minket Yahua Egyiptomból a szolgálatnak házából. Yahua ünnepe. A fenevad bélyege soha nem a mikrocsip volt, hiszen mi van azokkal, akik, akik már nem élnek, ők nem kaphatták meg. A fenevad bélyege mindig is a parancsolatok követése volt, vagy annak nem követése a Tora és Jahusha Hamásiák szelleme az, ami megpecsétem mindenkit. És ez az, amit Fenevad bélyegének hívnak. Aki nem ezen az úton jár, az mind megkapja így vagy úgy. De ezt nem is kell nekem elhinni, hiszen a 16-os versben így folytatja. 15-ös nézzük. És lőn, ugye folytatja ezt, amikor kihozta őket a szolgálat házából, és lőn, mikor fáraó megáltalkodottam, vonakodék minket elbocsátani, megöle a minden elsőszülöttet Egyiptom földén, az ember elsőszülöttétől a barom első fajzásáig. Ezért áldozok én Jahuának minden hímet, mely az anyja méhét megnyitja, és megváltom az én fiamnak minden elsőszülöttét. Ugye ekkor még az elsőszülött volt az, aki szolgálta Jahuát, a lévit a papság csak az aranyborjú után lett elkezdve, úgymond. De a lényeg nem is ez a lényeg az, ami most jön. Ezért, ugye, mert kihozta őket, ezért csinálja ezt. 16-os, legyen azért jel gyanánt a te kezeden, homlok kötő gyanánt a te szemeid előtt, mert hatalmas kézzel hozott ki minket Jahua Egyiptomból. Ez a jel az ember kezén. Ez a fenevad bég az ember homlokán. Ez a fenevad neve hogy az ember csinálja azt, amit a teremtő mondott, vagy nem. Ez a két út áll az emberek rendelkezésére. Az ünnepek csak egy része ennek. Ugyanúgy, ahogyan az összes többi parancsolat, instrukció, rendelés, utasítás, szertartás. Vagy a keskeny utat járja valaki, vagy a széles úton megy. A széles út vezet a fenevad bélyegéhez, a keskeny út pedig a hua pecsétjéhez. És honnan tudjuk azt, hogy ez így van, onnan, hogy erről szól a könyv. És Saul az Efézusiakhoz írt levelének negyedik fejezetében így szól. Semmi rohadt beszéd a ti ki ne származzék, hanem csak amely hasznos, a szükséges építése, hogy áldásos legyen a hallgatónak. Hanem nem muszáj, akkor az emberek nem kell beszélni, ha nincs értelmes dolog, ami, ami elhagyja a száját. 30 -as. És meg ne szomorítsátok Elohimnek a ma szent lelkét, Ruak Hakodes, a szent szellem, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára. A szent lélek, a szent szellem, a Ruach Hakodes az, ami megpecsételi az embert, vagy pedig a fenavat bélyege, ami megbélyegzi az embert. Nézzük meg, hogy mi ez a jel, amiről Mózes beszélt, és ez nem más, mint a Héber szó. Strong's h -226. Ami egy jelet jelent, Both. 60 szor fordul elő jel formájában. Egy jel, egy jelzés, egy megkülönböztető jelzés. Egy tábla, egy emlékeztető, egy csodálatos jelzés, egy előjel, egy figyelmeztetés egy megkülönböztető jelzés. Ez az ünnep egy megkülönböztető jelzés. Ami az ember kezén található, hiszen ez cselekszi, amire Jahua utasította. Az emlékeztető pedig szintén egy héber szó. Strong's H2146. Zekaron. Zekaron. Ami annyit tesz, mint egy emlékeztető, vagy egy megemlékezés, egy emlékmű, vagy egy emlék. Hiszen emlékeztet minket arra, hogy mit tett Jehua az emberekért akkor, illetve arra, hogy megtisztítsuk magunkat, és az ő útján járjunk tovább a következő időszakban, a következő évben, és folyamatosan. Nézzük meg, hogy mit mondja Husák másják maga a megváltó, ez pedig Lukács 12. fejezetben így szól, ez az első vers. Ezen közben, mikor sok ezerből álló sokaság gyűlt egybe, annyira, hogy egymást letapossák, kezdi az ő tanítványainak mondani. Mindenek előtt oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, mely a képmutatás. Mert nincs oly rejtett dolog, mely napfényre ne jönne, és oly titok meg ki ne tudodnék. Arra figyelmeztet, mi volt a farizeusok képmutatása? Az, hogy úgy tűntek, mintha ők követnék a parancsolatokat, azonban a szívük nem volt ott az egészben. Hanem mechanikusan követték a parancsolatokat, és hozzáadták a saját szabályokat, mint ahogy arról már többször szó volt, Erről írt Saul minden egyes levele, erről szól. Semmi köze nem volt Saulnak arra nézve, hogy, vagy ahhoz, hogy a torád nem kell már betartani, ő mindvégig a farizeusok törvényeiről beszélt, hiszen hozzáadták az, a saját törvényeket, elvették a mindenhatóit. Ez a kovász egyik része, amely az egészet tönkretette, hiszen nem vehetünk el, nem adhatunk hozzá. A másik pedig az, ha az ember szíve nincs benne az egész dologba. Maga a szó képmutatás, ugye ez egy görög szó. Ami képmutatás jelent, és érdekes az, hogy választ jelent, egyfajta választ válaszolni, vagy pedig egy színpadi alakítást, képmutatást jelent maga a szó, és ebből a szóból ered, ami. Strong G, 5271. Hupakrénamai. Hupakrénamai. Ami annyit tesz, hogy valakinek a kijelentéseit másnak a céljaira felhasználjuk. Tehát a saját céljainkra felhasználjuk. Kiforgatjuk valakinek a szavát. De egyébként választ jelent, vagy feleletet válaszolni, és valakit megszemélyesíteni, egy, egy szerepet játszani. Ugyanis teljesen mindegy, hogy mennyi kicsi kovász is maradott, úgyis napfénybe fog kerülni, hiszen Jehova ja, mindent lát és mindenről tud. Ezért kell az emberek megtisztítani a magát, időről időre. Annak okáért, amit a sötétben mondtatok, a világosságban fog meghallatszani. És amit fülbe a rejtek házakban, azt a házak tetején fogják hirdetni. Mondom pedig néktek én barátaimnak, ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, és azután többet nem árthatnak. De mondom néktek, kitől féljetek? Féljetek attól, aki minek utána megöl, van arra is hatalma, hogy a gyehennára vessen. Bizony, mondom néktek, ettől féljetek. Úgyhogy a kovász az egy nagyon fontos dolog, és ahogyan a Saul is megemlítette, egy kicsi kovász az egész kenyeret, az egész tésztát megposasztja. Ezért fontos az, hogy a kovászlan kenyér ünnepén, az ember kitisztítsa ezt, mind a lakásából, mind pedig a gondolatvilágába. Hiszen amennyiben összeszedünk mindenféle tanításokat és értelmezéseket, és esetleg valamelyik nem helyes, elvihet minket egy olyan irányba, ami, ami aztán, amitől nagyon nehéz visszatérni. Mint például a vallások. Talán ez a legjobb példa. Nézzük meg, hogy Máté 16 fejezetben Mati, jahú, 16-os fejezetben mit tudunk meg erről a kovászról? Mégsem értitek é, nem is emlékeztek é az 5000-nek 5 kenyerére. És hogy hány kosár töltöttetek meg? Sem a 4000-nek 7 kenyerére? És hogy hány kosár töltöttetek meg? Ugye ez az egyik, illetve két csodára emlékezteti a tanítványait, hiszen szeretne egy példázatot mondani nekik. Hogyan nem értitek, hogy nem kenyérről mondtam néktek, hogy őrizkedjetek a farizeusok és a szaduceusok kovászától, amiről már az előbb is beszélt. Ekkor értették meg, hogy nem arról szólott, hogy a kenyér kovászától, hanem hogy a farizeusok és a szaduceusok tudományától őrizkedjenek. Akik kik voltak? Akik létrehozták a saját szabályrendszerüket, és azt tették a mindenható parancsolatai fölé pontosan úgy, ahogy, ahogy egyes, egyes vallási elgondolások ma csinálják. Hogy ezt már nem kell csinálni, amit ő mondott, a torát, az ő instrukciók, az, az régi, hanem azt kell csinálni, amit mi kitaláltunk. A karácsonyt, a húsvétot, a 40 napos böjtöt, a, a füstölőket, a jogát, a meditációt, meg mit tudom én és majd így közel kerülök én, az én saját módomon, a teremtőhöz. Sajnos ez nem így működik. Ő megmondta, hogy mi az út hozzá. Elmagyarázta mindenkinek, hogy hogyan kell oda eljutni, miért keskeny, miért szűk a kapu. Nem véletlenül mondta ezt. Őrizkedjen az ember azoktól, akik a saját parancsolatokat és útjukat járják. Ettől a tudománytól őrizkedjen az ember hiszen ez a kis kovász, akármennyire is kicsi az a tanítás, ha beszivárog az ember életébe onnantól kezdve, eltérítheti az útról. Azok pedig, akik azt gondolják, hogy ezek ugye csak a zsidókra vonatkoznak, vagy erre, vagy arra, hogy ma már nem kell csinálni semmit, azoknak érdekes módon apostolok 20-as fejezet elkerült a figyelmét, hiszen maga Saul, aki állítólag a pogányoknak az apostola volt, és mindent engedélyezett, ilyen kalandba keveredik, ugye, ez a 20-as fejezet 5-ös vers. 6 -os. Mi pedig a kovásztalan kenyerek napjai után kievezünk Filippiből, és menénk ő hozzájuk Troásba öt nap alatt, hogy hét napot töltünk. Tehát ők is szépen a kovásztalan kenyerek napjait ünnepelték. Mint ahogy mindenki, aki szeretné azt a jelet a kezén, illetve a homlokkötőt a szemeközt viselni a végén. Érdekes az, ahogy folytatódni a hétek, első napján pedig a tanítványok egybegyűvén a kenyér megszegésére Saul prédikával a nékik, mivel hogy másnap el akar menni. És a tanítás megnyújtá éjfélig. Ugye összegyűjtültek, amikor tudtak, ez nem azt mondja, hogy az első napján kell egybegyűlni, vagy hogy már nincs sebát, és az már vasárnap. Semmi ilyesmiről nincs szó. Arról van szó, hogy összegyűltek, mert ez volt a szokásuk. És egészen éjfélig beszél a Vala pedig elegendő szövétnek abban a felházban, ahol egybe valának gyülekezne. Érdekesnek találtam azt, hogy azt szót használja, hogy van elegendő szövétnek. Nyilván, hogy volt, miért ne lenne? Azonban, ha megnézzük Misli példabeszélek hatos fejezetet, akkor megtudjuk azt, hogy mert szövétnek a parancsolat, és a tudomány világosság, és az életnek úta tanító feddések. A parancsolat, a torra, a szövétnek. A mindenható instrukciói. Ez a lámpás. Ennek a tudása a fény. És ennek a tudása az életnek az útja. Mivel a tudomány, a törvény, a világosság, és a parancsolat, a lámpás. És ez a szó, törvény, a világosság, az nem más, mint tora. Azok számára, akik pedig nem tudnák pontosan, hogy mit is jelent maga a tora szó, Strong's H, 8451. Torá. Torá. Ami törvénynek van fordítva, az eredeti jelentése törvény, iránymutatás, instrukció. Elsősorban instrukció, iránymutatás. Másodszorban törvény. Úgyhogy a fordítás ...nak nem kell hazugságnak lennie. Elég, ha egyszerűen csak bizonyos árnyalatokat másként közöl és másféle kép alakul ki az emberek fejében. A mindenható törvényeket adott persze, de ezeket instrukcióknak, iránymutatásnak szánta az emberiség számára. Azért amit elmondott korábban, hogy válaszd az életet, hiszen ezek azok, amik életet adnak. Hiszen szövétnek a parancsolat és a tudomány világosság, és az életnek úta a tanító A tora az életnek az útja. Aki ezt választja, az él itt, és az él utána. Aki nem ezt választja, az talán él itt, de utána biztos, hogy nem és teljesen mindegy, hogy mennyi démon tűz ki az ember, mennyit profétál, hány ember próbál rávezetni az igazságra, vagy pedig, hogy mennyi csodálatos dolgot tesz, ahogyan azt Máté 7.21-ben leírja. Hiszen aki nem cselekszi, az ő akaratát, ami a tara, az ő instrukciói, az ő iránymutatása, az nem, azt nem fogja megismerni, ahogy mondja. Hiába mondja azt, hogy uram, uram, azt fogja vallani, hogy ő nem ismeri őket, hiszen nem jártak az ő útján. Nem jártak azon az úton, ahogy a messiák élt és megmutatta nekünk. És aki elfordítja a fülét a törvénynek hallásától, annak még az imádsága is utálatosság. Úgyhogy a törvények, a tara, az instrukciók, a jel az ember kezén, és a szemöldök kötő az ember homlokán. Ez a jel. És az a Ruak Hakodes a szent szellem, amit a mindenható elküld annak, aki jár az úton, az a pecsét. Úgyhogy aki izgul azon, hogy ne a fenevad bélyegét kapja meg, az ne izguljon a mikrochip miatt, vagy a, a elektronikus tetoválás miatt, vagy akármi miatt, azon izguljon, hogy hogyan tudja megérteni ezt minél hamarabb, és elkezdeni járni az úton. És teljes szívéből ezt keresni és ezt csinál. Ez a megoldás. És a kovásztalan kenyér ünnepe az egy nagyszerű kezdet arra, hogy az ember kitisztítsa magából azt, ami régen volt, és elkezdje azt, ami, ami, ami úton kellene járnia. Ezért mondja, hogy nagy sietséggel legyétek meg, és állva a sarutokban, a bottal, és teljes öltözetben, hiszen elfogadja az ember az instrukciókat, és amilyen sürgősen csak lehet megtanulja, és elkezd járni benne, mielőtt még a kovász elkezd hatni benne, ami a régi életéből benne van. És az ellenség elkezd suttogni a fülébe. Ezért mondja azt, hogy gyorsan, és csinálja meg minél hamarabb. Sem ott 12, és ilyen módon egyétek azt meg derekaitokat felövezve, saruitok lábaitok pálca, lábaitokon, pálcaitok kezetekben, nagy sietséggel egyétek meg, mert ez a Hu a páskája. Azért, mert mihely is megérti az ember, és kapcsolatba kerül az instrukcióka, azonnal elkezd benne járni, és sajátjává teszi, és tiszta szívéből csinálja, és tanul amennyit csak lehet minél hamarabb, hiszen a kovász ott van benne, a régi tanítások, a hazugságok, a program, és plusz az ellenség azonnal ott lesz, és suttog a fülébe. Ó, ezt már nem kell, ez, ez, ez ószövetség, ez a zsidó ünnepe. Ez, ez már a már már kegyelem van, már mindent lehet. Már Saul ezt mondta. Úgyhogy minél hamarabb elkezdi az ember, annál nagyobb esélye van. Ezért mondja azt, hogy nagy sietséggel egyétek meg. Amellett, hogy természetesen az első alkalommal akkor nyilván el kellett hagyniuk Egyiptomot, úgyhogy nem nagyon volt idő. De van egy, van egy alap jelentés, egy szó szerint jelentés, és természetesen arra rakódnak rá a, a különböző átvitt értelmű jelentések. Remélem, hogy hasznosnak találtátok, és én azt mondom, hogy a spirituális oldalára nagyobb hangsúlyt kell helyezni, mint arra, hogy hogyan valósul meg az életben. Természetesen mindkettő fontos, de, de elsősorban aki akarja, aki tiszta szívből szeretné csinálni, annak el fogja fogadni, így, így is, úgy is, akármennyire is tudatlan az ember. Úgyhogy fejlődünk, és mindannyian más-más szakaszában vagyunk ennek az egész folyamatnak, senki sem tud mindent, sőt, sőt, nem az, hogy nem tudunk mindent, hanem, hanem folyamatosan tanulunk, és ameddig eljutottunk azt, aki csinálja a legjobb tudása szerint, ez a legtöbb, amit tehet. És Yahuwah mindig is ezt fogja vizsgálni. Úgyhogy remélem hasznosak találtátok mindenkinek a legjobbakat, és halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem és még sok extra információt is találtuk itt. Mindenkinek a legjobbakat! Halleluja!